Üdv! Hogy van? Hogy érzi magát? Értem, tehát több dolog is aggasztja. Párkapcsolati problémákkal küzd, bizonytalan, hogy párja nem érti meg igazán, ráadásul a munkahelyén is egyre többet követelnek öntől. Amitől csak még jobban stresszes lesz, és attól fél, hogy nem sokára elveszíti az állását. Ez pedig újabb problémákat fog szülni. És kénytelen lesz szívességet kérni a családjától és barátaitól már, ha van még ilyenje egyáltalán. Úgy látom, elég rossz paszban van, még a barátját is elhozta támogatásként. Mi? Hogy érti, hogy milyen barát? Hiszen ott áll a háta mögött. Elnézést, ez csak egy kis pszichológus humor volt. Inkább térjünk rá az álmaira. Említette, hogy mostanában nem alszik jól. Értem, tehát nem emlékszik, hogy mit szokott álmodni, csak azt tudja, hogy hajnalban mindig felriad valamire, és reggel kimerülten ébred. Ezt mindenképp érdemes megvizsgálnunk. Azt ajánlom, hogy próbáljunk ki egy enyhe hipnózist. Egy könnyű, meditatív, álomszerű állapotba kerül majd, de közben végig az öntudatánál fog maradni. Véleményem szerint ez segíthet megtalálni a probléma forrását. Kérem, dőljön hátra, és helyezkedjen el egy kényelmes pozícióban. Vegyen mély levegőket, és lazítsa el az izmait. Kérem, képzelje el azt a pillanatot, amikor legutoljára boldog volt. A tear. Don't shed crocodile tears.
Meséljen ezekről a hangokról. És ön szerint mi más lehetett? El tudná képzelni most maga elé azt a lényt, amit ott látott? Van egy jobb ötletem. Mi lenne, ha lerajzolná, amit látott?
Jól van, úgy tűnik, egy kissé elbóbiskolt. Ne aggódjon, ez teljesen megszokott az eljárás során. Nyugodjon meg, most már ébren van. Egyébként az előbb megnéztem a rajzait. Hogy is mondjam, egész szokatlanok. Meg tudná mondani, hogy hol látta őket pontosan. Értem. Pince, padlás, hálószoba. Azt hiszem, már minden érthető. Ezek a lények összefüggenek a helyiségekkel, ahol találta őket. Minden a pincében kezdődött. Valami történt ott ön és a nagyapja közt. Az agancsok egyértelműen őre utalnak. Azután a padláson maga manifestációja volt, a következő években furcsa hosszú végtagokkal és a robotszerű érzésekkel. Ahogy próbálta feldolgozni a történteket. A padlás a biztonságos helye volt, így ott senki más nem lehetett magán kívül. A hálószobában levő lény a deformitással vagy sérüléssel a fején pedig a mostani énjét jelképezi, ahogy próbálja megtalálni a saját szexualitását azok után, amiken keresztül ment nagyon fiatalon. Ön nem szellemeket látott, hanem a saját démonjait.